Épp tétet húz a következő vizsgázó. Számot kell adni az elmúlt időben szerzett tanulmányairól. Zajlanak az ágazati alapvizsgák a Szekszárdi Bezerédi István Technikumban. Az intézményben kedden és csütörtökön is vizsgáztak a két éves érettségire épülő technikumi képzésen résztvevő tanulók, akik a tanév elején kezdték meg tanulmányaikat. Jelen pillanatban két ágazatban zajlottak az ágazati alapvizsgák. Kedden a gazdálkodás és menedzsment ágazatban tettek alapvizsgát a tanulók, nagyon szép eredménnyel, ma pedig a közlekedés és szállítmányozás ágazatban vizsgáznak a tanulók. Nagyon bízunk benne, hogy hasonló szép eredmények fognak születni, ugyanis az ágazati alapvizsgának tétje van. Egyrészt beleszámít a szakmai vizsgába ez az eredmény is, másrészt pedig, hogyha letették az ágazati alapvizsgát a tanulók, akkor szakirányú továbbtanulásra jogosítja őket, illetve, ami nálunk nagyon jelentős, az ágazati alapvizsga után mehetnek a tanulók duális képzőhelyre szakképzési munkaszerződéssel, így folytathatják a tanulmányaikat. Jelenállás szerint a vállalkozási ügyviteli ügyintézők és a logisztikai technikusok valamennyien február 1-től már duális képzőhelyen folytatják a tanulmányokat, a heti 5 napból legalább 3 napot kint töltenek a duális képzőhelyeken. A vizsgák több részből álltak össze, erről is beszélt Kaiser Andrea. A gazdálkodás és menedzsment ágazaton interaktív írásbeli vizsga van, ez 60 perces volt, ezt követte egy 90 perces gyakorlati vizsga. Itt a logisztikai technikusoknál pedig a 60 perces interaktív írásbeli vizsgát, egy 45 perces gyakorlati vizsga követte, szállítóleveleket kellett a tanulóknak kitölteni, illetve egy ajánlatkérő levelet megfogalmazni. Utána pedig itt a helyszínen szituációs feladatok várták a tanulókat. Összesen 35 diák adott bizonyosságot a közlekedés és szállítmányozás, valamint a gazdálkodás és menedzsment ágazatokban szerzett alapismereteiről. Kedden 21 gazdálkodás és menedzsment ágazatban tanuló diák vizsgázott, ő egy részük vállalkozási ügyviteli ügyintéző lesz, a másik részük pedig pénzügyi számviteli ügyintéző. Ma közlekedés és szállítmányozás ágazatban 13 tanuló vizsgázik, ők logisztikai technikusok lesznek, ha nagyok lesznek. Többen vannak, azonban olyan tanulók, akik az előzetes tudásuk alapján mentesülnek az ágazati alapvizsga alól. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy köszönhetően a széles ágazati palettának most már a fiúk körében is ugyanolyan népszerű az iskola, mint a lányok körében, mondta el Kaiser Andrea. Régebben lányiskola voltunk, szinte alig volt egy-egy fiú egy-egy osztályban, ma azt lehet mondani, hogy főleg a logisztika és szállítmányozás ágazaton fele-fele, tehát az osztályban fele fiú, fele lánytanuló van. Általában érettségi után érkeznek a gyermekek, nagyon sokan érkeznek gimnáziumokból, és nekik nagyon jó ez az ágazati alapoktatás, hiszen itt találkoznak először az alapvető gazdasági ismeretekkel. Az az igazság, hogy nagyon hasznosnak tartjuk ezt az ágazati alapoktatást, ugyanis az alapvető gazdasági ismereteken kívül olyan ismereteket szereznek, amelyekre a nagybetűs életben bárhol fognak elhelyezkedni a gazdaságban, mindenhol a hasznát vehetik. Ilyen például a gépírás, a 10 ujjas vakírás, a digitális alkalmazások, Word, Excel, PPT-k használata, és nem titkolt vágyunk az is, hogy a szoftverek használatára is megtanítsuk a gyermekeket, illetve itt zajlik ebben a teremben most a szituáció. Vizsga, és a kommunikációs technikákat is elsajátítják itt az ágazati alapoktatás keretein belül. Jelenleg 24 ágazat szerepel a teljes szakmai oktatási palettán, ebből a szakképzési centrumhoz tartozó 8 iskolában 17 ágazatra jelentkezhetnek a gyerekek, fiatalok, felnőttek.